21 néhány évvel ezelőtt a középiskolás koromban az egyik fő érdeklődési területem ez az élővilág volt. Ott sorakoztak polcomon a David Attenborough és Gerard Darrell könyvek és hasonló szerzőktől, magyar szerzőktől is, mindenféle könyv az élővilággal kapcsolatban. Aztán később úgy másfelé fordult az érdeklődésem, bölcsészet és filozófia, de megmaradt bennem az a sok-sok példa, amiről olvastam és hallottam, és egy kicsit átértékelődtek, és új kérdések vetődtek fel ezekkel kapcsolatban. Különösen az eredet kérdések tekintetében, hogy mindazok a példák, amikről ezekben a könyvekben olvastam, hogy működnek az állatok, hogy viselkednek, ezeknek mi az eredete, hogy lehet ezt megmagyarázni. És van egy kedves barátom, Hornyánszky Balázs, aki biológus mérnök végzettségű, és vele kezdtem el ezekről a dolgokról beszélgetni, mint hogy tudtam, hogy képzett ezen a téren, akkor ezeket az új kérdéseket elkezdtem megvitatni vele. És észrevettük, hogy egyféle ilyen fehér foltra bukkantunk a tudományos magyarázatokban, mert azt mondta, hogy különösen erre a témára, a vele született állati ösztönöknek az eredetére nincs igazán részletes, lábon álló tudatos magyarázat. Csak úgy elfogadják, hogy hát ez valahogy létrejött, valahogy kialakult. Az uralkodó elképzelés persze, hogy ez az evolúció során alakult ki, de azt mondta, hogy nincs erre egy levezetés. És aztán elkezdtük tesztelni néhány példán, ezt néhány ilyen internetes fórumra becsatlakoztunk, és bedobtunk néhány példát. Valaki meg tudja magyarázni az állati ösztönöknek az eredetét, ezt és ezt az állatot, ami így és így működik, a homoki lábastyúk, ahogy építi a költődombját, vagy a tisztogató hal, ami szimbiózisba él más ragadozó halakkal, a szájukat belülről tisztítja, és figyeltük, hogy milyen reakciók. És hát nagyon sokan, ugye ezek a fórumok elég intenzívek tudnak lenni, próbáltak ellenérvelni, de valahogy úgy mindig kipukkadt az érvelésük egy bizonyos ponton. És akkor elkezdtünk még mélyebbre menni, megnézni a tudományos szakirodalmat, hogy mit válaszol ugyanezekre a kérdésekre, és azt láttuk, hogy ott is, mint egyféle ilyen tabu, úgy kezelik ezt a kérdést. Szóval nagyon gyakran beszél a tudományos szakirodalom arról, hogy miért jó egy állatnak egy bizonyos viselkedés. Miért jó ez neki, hogy így viselkedik, pont ahogy viselkedik. De nagyon ritkán teszi fel azt a kérdést, hogy de hogy alakult ki pontosan ez a viselkedés forma, és még ritkább az, amikor valamiféle kísérlet lenne ennek a levezetésére, hogy miből alakult ki, milyen lépéseken keresztül, és hogy jutott el a mai formába, és még ritkább az, hogy legalább elméletileg egy lábon álló magyarázat születne erre. Szóval akkor így, amikor összegyűjtöttünk példákat, végül is több mint 100 ilyen példa szerepel a könyvünkben. Az élővilágnak a különböző területeiről. Hogyan szerzik a zsákmányukat az állatok, hogyan védekeznek, milyen szimbiotikus kapcsolatok vannak, hogyan kommunikálnak egymással az állatok. A vándorlás ösztönei, különösen a madaraknál a legérdekesebb, aztán az utódgondozás, hogyan tudják rögtön a szülők, hogy hogyan neveljék az utódaikat, és az utódok is tudják, hogy mi a teendőjük. Szóval 100 példát választottunk ki, és ezeket elemeztük ilyen módon, és így egy elég nagy adathalmazt mutattunk be a könyvben, amilyen a mi megközelítésünk szerint nem csak, hogy nincs elmagyarázva természettudományos módon, vagy az uralkodó evolúcionista elképzelés szerint, hanem úgy tűnik, hogy nagyon komoly logikai akadályai vannak, hogy ezt ilyen fokozatos kifejlődés útján el lehessen magyarázni. Mert gyakran túl komplex ösztönökről van szó, amikhez komplex biológiai, testi jellemzők tartoznak, szóval úgy tűnik, hogy mindenre szükség van, vagy majdnem mindenre szükség van egyszerre, hogy az az adott ösztön megvalósulhasson, és a túlélés szempontjából előnyös legyen. Szóval akkor megírtuk ezt a könyvünket, egy nagyon kedves ismerősünket, Magyar Zsuzsát sikerült megnyerni, hogy a dizájnere legyen a könyvnek, és azt hiszem, hogy ez nagyon jót tett neki, nagyon ízlésesen, vonzóan vannak a képek elrendezve benne. És így már Magyarországon is rögtön két kiadást megélt a könyv, itt is relatív népszerű volt. Aztán eltelt egy pár év, ugye 2002-ben volt a magyar kiadás, 2009-re értük el azt a fázist, hogy angolul is megjelent. Ami azért volt érdekes, mert ez volt a Darwin évforduló, amikor nagyon sok szó esett erről az egész témáról, az élővilág eredetéről.
És még ugyanabban az évben a könyvünk egy díjat nyert Amerikában, ez a USA Book News című könyvészeti folyóiratnak egy díja, ami egy viszonylag rangos elismerés. A tudomány kategóriában a három legjobb könyv közé választották, és egy olyan matricát ragasztottak a könyvre, hogy az év legjobb könyvei közé tartozik. Tehát ott Amerikában is, ahol mondjuk még nyitottabb a közvélemény erre a témára, mint itt Magyarországon, ott viszonylagos népszerűségre tett szert, és egy ilyen elismerésben is részesült. Aztán meglátjuk a folytatást.